Mindkét település azon fog munkálkodni, hogy ezt a testvértelepülési kapcsolatot úgy alakítsa, hogy lehetőség mutatkozzon a településeken élők közötti gyakori és aktív találkozásra. Néhány évvel ezelőtt Magyar Kanizsán voltam, és úgy terveztem az utamat, hogy hazafele jövet Székelykeve fele jövök, hiszen olvastam Székelykevéről, és tudtam azt, hogy van egy település, ahol Bukovinából oda telepített székelyek élnek. Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, amikor egy sok szerb település után egy olyan településre értem, ami gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint bármilyen más székelyföldi település. Talán az egyetlen különbség az volt, hogy itt Székelyföldön nagyon sok a hegy, ott pedig nagy a síkság. Azon kívül a házak, az emberek főleg azok tényleg olyanok voltak, mint a székelyföldiek, és azt mondhatom, hogy nagyon gyorsan összebarátkoztunk, és ebből a barátkozásból, ebből a barátságból alakult ki az a testvér települési kapcsolat. Sok testvér települési szerződést írtam alá, de ilyet, hogy székelyek székelyekkel írjanak alá, testvértelepülési szerződést, ilyenre még nem volt alkalmam. Milyen az együttműködés a két település közt? Szerintem az együttműködés az jó, és főleg jó, nagyon jó lesz a következőkben, ugyanis most sikerült hivatalosítani, bár mindig azt szoktam mondani, hogy nem a hivatalos kapcsolatok a legfontosabbak, hanem az, hogy emberek, intézmények, iskolák, egyházak között alakuljanak ki ezek a kapcsolatok, és úgy érzem, hogy Sepsiszentgyörgy és Székelykeve között ez már megtörtént, még mielőtt ezt a szerződést aláírtuk volna. Nyilván egyik oldalon egy kis településről beszélünk, egy 2000-es településről, másik oldalon egy viszonylag nagy városról, vagy mondjuk városként kicsi, mert ugye mi is csak kevesebben vagyunk, mint 60 ezeren. De olyan jó érzés az, hogy mi itt Székelyföldön, Romániában adott esetben fogunk tudni segíteni a székely-kevei közösségen, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok jó programot alakítunk ki, hiszen olyan embereket ismertünk meg Székelykevén, akikkel talál a szó akár úgy is, hogy nem is kell semmit mondani, tehát csak úgy egymásra nézzünk, vagy fél szavakból is értjük egymást, ami azt hiszem, hogy nagyon nagy dolog. Mik a tervek a jövőben? Hát a tervek azok szerintem elsősorban arról szólnak, hogy a gyerekeket kellene összekapcsolni, az iskolákat, hogy minél több székely-kevei gyerek jöhessen el Sepsiszentgyörgyre, sőt én azt szeretném, hogy néhány év alatt mindenki eljöjjön Székelykevéről, a székely-kevei iskolákból Sepsiszentgyörgyre, Székelyföldre, ismerje meg a gyökereit, hiszen azt hiszem, hogy nekünk itt Kelet-Közép-Európában közös gondunk a kivándorlás. És lehet, hogy a székely-kevei gyerekek is, ha gyökereiket jobban megismerik, másképp fognak ragaszkodni majd a szülőföldhöz, másképp fogják megérteni azt, hogy mit jelent valahol otthon lenni. Mert persze lehet több pénzt keresni valahol Nyugat-Európában, de soha nem leszünk mi otthon Nyugat-Európában. Hogyan zajlott a szerződés aláírás? Egy nagyon megható rendezvény volt, annál is inkább, mert a székely-keveiek kezdeményezték azt, hogy közösen ültessünk el egy tölgyfát. Ugye a tölgyfa az a szeretetnek is a jelképe, és hát úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy elültettük ezt a fát, tulajdonképpen az unokáinknak terveztünk, mert ez egy csemete most igazából, és nyilván, hogy sok évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy ez a fa megerősödjön, és ahogy ez a fa erősödni fog, úgy fog erősödni a két település, a két közösség közti kapcsolat is. A nemzeti összetartozás erősítése mellett a testvértelepülési megállapodás célja a szorosabb, hatékonyabb együttműködés kialakítása a két település között. Nagy örömünkre Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint képviselőtestülete elfogadták a testvértelepülési megállapodásról szóló szándéknyilatkozatunkat, és azt, hogy felvállaltak az esemény ünnepélyes aláírásának megszervezését. Bár az országhatárok elválasztanak egymástól, mégis összeköt anyanyelvünk, székely identitásunk, kultúránk, ősi hagyományaink. Az otthonunktól 600 km útvonal után is otthon voltunk Székelyföldön, az őseink hazájában. Ezeket a mély érzelmeket szavakban nem lehet elmondani, egyszerűen át kell érezni. A testvértelepülési szerződés hangsúlyozza az együttműködést többek között a kulturális élet, a kulturális örökség,
a turizmus fejlesztése terén, továbbá kiemelten kezeli az ifjúsági, szociális és sportkapcsolatok területén való együttműködést. Ennek köszönhetően a település civil szervezetei is közös kezdeményezéseket hozhatnak létre, illetve a két település közösen vehet majd részt határon átnyúló pályázatokon.